Továbbra is sokan látogatnak ki a temetőkbe minden szentek napján. Az Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület elnöke közben azt mondta, idén is drágult a temetés, és nem kizárt, hogy jövőre további 10%-os áremelkedés lesz. Szerinte az államnak át kellene vállalnia a temető fenntartási költségeit, és csökkenteni kellene a temetkezés áfáját is. Friss virágok a sírokon és meggyújtott mécsesek. Minden szentek napján a jó időben rengetegen látogattak ki a temetőbe a rokonaik sírjához. De akadnak olyanok is, akik nem csak ilyenkor emlékeznek szeretteikre. Ide csak halottak napján, mert vidékről vagyunk. Sűrűn tetszik temetőbe járni, vagy csak ünnepekkor? Olykor, amikor olyan van. Az utóbbi években a szakemberek szerint mi minden másnak egyre nő az ára, így a temetéseké is. Egy a Híradónk által megkérdezett vállalkozó szerint a szolgáltatás díjai folyamatosan emelkednek. A legolcsóbb temetés szórásos temetés. Rácz Ádám azt mondja, egy urnás temetés 160 ezer forinttól, míg a hagyományos koporsós temetés 320 ezer forinttól kezdődik. De ez nagyban függ attól, hogy Budapestről, vidéki nagyvárosról, vagy éppen egy kis településről van szó. A vállalkozó szerint a növekvő üzemanyagár és a koporsófa árának emelkedése miatt is folyamatos a drágulás. Emelkedtek a költségek 10%-kal, az üzemanyag ár, illetve a faanyagok ára véget, különböző temetkezési szokások keletkeztek így ezáltal, tehát sokkal kevesebb a hagyományos temetés, és a hozzátartozók inkább a hamvasztásos temetés és azon belül a szórást, vagy a hamvak haza vitelét választják. Az Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület elnöke szerint januárban további 10%-os áremelkedés várható, részben a minimálbér növekedése miatt. Puskás Béla azt mondja, az államnak csökkentenie kellene a temetkezés áfáját, és teljes mértékben át kellene vállalnia a temető fenntartás költségeit. A kormányzat úgy segítene, hogy bizonyos díjakat csökkentene, és esetleg az áfa tekintetében is a temetkezési szolgáltatás egy kedvező áfabesorolásba sorolná, ez segíthetné a talponmaradását a temetkezési vállalkozásoknak, és csökkenteni a temetkezési szolgáltatás általános költségét is. Az ügyben megkerestük kérdéseinkkel a pénzügyminisztériumot, hogy tervezik-e a temetési díjak áfájának csökkentését. Válaszukban azt írták, Magyarországon 2010 óta folyamatosan csökkennek a jövedelmet terhelő adók, a temetők fenntartása pedig a rendszerváltáson önkormányzati feladat.